Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel a kérdéssel, ami a címben is szerepel, hogy miért nem dolgoznak a lelki pásztorok, miért nem csinálnak semmit, milyen jó lehet lelki pásztornak, mert csak hétvégén dolgozik, Pál apostol is dolgozott a lelkészi munka mellett, vagyis hát az mellett a munka mellett, amit ugye Isten akkor rábízott, sátorkészítő volt, és volt, amikor tényleg mellette dolgozott. És szóval ilyen is ehhez hasonló kérdéseket én magam hallottam, nem tudom, hogy te igen, és te benned esetleg felmerült-e hasonló. Épp az előbb, amikor csendességet tartottam, kerestem Isten jelenlétét, akkor jött ez a gondolat, hogy erről beszéljek, ugyanis amióta Isten elkérte a munkahelyemet, azóta bele tudok látni ezekbe a dolgokba, és akik ezt így mondják nagy mellénnyel, hogy ó, én is lennék lelkipásztor, mert nem kell csinálni semmit, bizony, amikor oda kerülnének, hogy fel kell adni a biztos állásukat egy ilyen lelki munkáért, akkor nagyon-nagyon meggondolnák. Én is így voltam, amikor Isten elkérte a munkahelyemet, hogy főállásba dolgozzak neki, és azt természetesen én olyan vagyok, hogy kérdezősködök Istentől. Én úgy gondolom, hogy mint egy gyermek az atyával, kérdezhetek tőle, ha ő egyszer kér tőlem valamit, hogy miért szeretnéd ezt, miért kéred ezt, uram, miért így csinálja, miért ne kérdezhetném meg. Én is megkérdeztem Istent, hogy miért akarod ezt? Hát mellette csinálhatnék még valamit, és az jött a szívembe, hogy azért, hogy bármikor a rendelkezésemre tudj állni. És ezért bizony fel kellett adni a biztos állást, amiből addig éltünk, azért, hogy Istennek a munkájába beálljak. És sokan ezt csinálják, sok lelkész ezt csinálja, és ugye mondják sokan, hogy a gyülekezet tartja el őket, és hogy milyen könnyű az életük. De tudjátok, nem is tudom, valahol hallottam egy ilyen gondolatot, és nagyon-nagyon igaz, hogy amikor te hívsz egy csőszerelőt, mert a lakásodban csőtörés van, vagy gázszerelőt, vagy autószerelőt kell menned, akkor fizetsz azoknak az embereknek, hogy elvégezzék a munkát. De vannak lelki dolgok, szellemi dolgok, az embereknek vannak szellemi szükségleteik, és ahhoz is kellenek szakemberek, akik ezt a munkát végzik, csak rájuk nem így gondolunk, nem becsüljük meg a munkájukat, én úgy gondolom, majd erről még a végén egy kicsit fogok beszélni. A lényeg az, hogy én is imádkoztam egyszer Istenhez, és kérdeztem tőle, hogy Uram, hát nézd meg, az emberek mennek dolgozni, mindenki teszi a maga dolgát, mennek a munkahelyükre, az egyik az építkezésre, a másik a postát viszi ki, mert postás, a harmadik az idősek otthonában, mennek az emberek a dolgokra, én meg itt vagyok, és veled beszélgetek, és itt imádkozok, és sétálok. Milyen dolog már ez? Nem kellene nekem is ilyesmit csinálni? És képzeljétek, az Úr azt mondta a szívembe, hogy azoknak az embereknek az a dolguk. Nekik fizikai dolguk van, hogy ezt elvégezzék, neked pedig az a dolgod, hogy az ő lelki szükségeikről gondoskodj, az ő szellemi, lelki életükről gondoskodj, neked ez a dolgod. Az orvosnak az a dolga, hogy a testet rendbe rakja, neked az a dolgod, hogy ezeknek az embereknek, akik mennek dolgozni, élik az életüket, gondoskodnak a családjukról, te az ő lelkükről gondoskodj, az ő lelki szükségleteikről próbálj meg a te területeden tenni értük. És akkor megértettem azt, hogy jól lehet, szokták tőlem kérdezni, hogy figyelj Tamás, van ez mellett valami rendes munkád? De akkor megértettem azt, hogy ez az én munkám, ez az én feladatom, hivatásom, amiben az Isten állított bele, hogy a könyveken keresztül, amiket írok, a videókon keresztül, amiket készítek, az írásokon keresztül is, és több ezer embert elérhetünk, hála Istennek, nekem az a dolgom, hogy az embereknek a lelkéről gondoskodjak, tegyek hozzá valamit ahol az ő lelki életükhöz, az Istennel való kapcsolatukhoz. És amíg egy fizikai munkásnak ez a dolga, nekem ez a dolgom, és ugyanígy van a lelki pásztorokkal is, hogy nekik ez a hivatásuk, hogy a híveknek a lelki dolgaikról gondoskodják. És most egy kicsit ezt tegyük félre, hogy ki végzi jól a munkáját, ki az, aki csak a pénzt éneklik ki az emberek zsebéből, ezt most tegyük félre, egyszerűen csak úgy általánosságban beszéljünk a lelki munkásokról, azokról, akik jól végzik a munkájukat. Jó, most ne próbáljunk jobbra-balra elmenni, egyszerűen csak arról próbálok beszélni, akik jól végzik a dolgokat, akik a helyükön vannak, és Isten szerint teszik a dolgukat. Ők egy szellemi munkát végeznek, és igenis szükség van rájuk.
De tudjátok, engem elszomorít az, amikor emberek csak úgy rám írnak mindenféle köszönés nélkül, hogy imádkozz ezért vagy azért, és akkor aztán elfelejtenek, meg se kérdezik, hogy hogy vagy, talán nem is köszönnek, csak azt látják, hogy valakinek az életében van egy kapcsolat Istennel, akkor úgy gondolják, hogy az az illető egy ilyen automata, hogy bedobok valamit, bedobok egy kívánságot, és akkor majd ő teljesíti nekem. Szóval vannak ilyen dolgok, és az ilyen lelki munkásoknak ezzel a hozzáállással is szembe kell nézniük, lelkésznek. Én inkább ilyen misszionáriusnak tartom magam, mert ugye a lelkész az inkább egy olyan ember az én szememben, aki egy helyben tud maradni, és ott, ahol van, ahová Isten helyezte, ahol van a gyülekezete, többnyire ott szolgál. Na most én nem ilyen vagyok, én jövök, megyek, én egy ilyen szaladgálós ember vagyok, ahová hívnak, oda megyek. Szóval én inkább ilyen misszionáriusnak mondanám magam, és szóval szükség van ezekre a lelki-szellemi munkákra, és én úgy gondolom, hogy ahogy megbecsülöd a csőszerelőt, mert elhárítja a dugulást, vagy a dugulás elhárított, vagy a gázszerelőt, vagy az orvost, ahogy megbecsülöd őket, úgy meg kell becsülnöd azokat is, akik a te lelkedről gondoskodnak. Még úgy is, hogyha csak az interneten profitálsz az ő dolgaikból, szolgálatukból, vagy elmész hozzá és imád kérsz egy lelki vezetőtől. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ezt nagyon is helyre kellene állítani, az ilyen lelki munkásoknak a becsületét, mert az ő munkájuk ugyanolyan fontos. És eszembe jut itt, és megint hangsúlyozom, hogy azoké, akik jól végzik a munkájukat. Eszembe jut itt egy történet, pont itt ezen a helyen, ahol veszem fel ezt a videót, történt meg az, és lehet, hogy már valahol ezt láttátok, olvastátok tőlem, hogy szoktak ide jönni hozzám emberek, imád kérni, imádkozzam értük, de vannak olyanok is, akiknek azt szoktam mondani, hogy gyere vissza, és csak beszélgessünk, és a végén imádkozom, érted? És emlékszem egy drága barátomra, aki többször eljött, és újra is újra elmondta nekem, hogy mennyire meg szeretne halni, és már szeretne erre egy jó módszert találni, mert annyira elege van az életből. Ez egy hívő tesó volt, csak nagyon szétcsúszott az élete, és szeretett volna öngyilkos lenni, meghalni. És ezt mindig elmondta nekem, mindig elmondta a panaszait, és én mindig megáldottam őt. Ez megtörtént sokszor, és tényleg én hallgattam őt. Esetleg, hogyha valami jött a szívembe, gondolat, azt elmondtam, és a végén mindig imádkoztam érte. És tudjátok, nem volt szabadító szolgálat, nem volt földön fetrengés, ordítozás, semmi. Egyszerűen csak ez történt újra és újra, és bátorítottam, hogy jöjjön el újra és újra ide, és megtette, és ennek a depressziós skizofréniában is szenvedő drága tesónak az élete egy idő után teljesen megváltozott, és nemrég voltam nála az otthonában, és egyszerűen többször elmondta nekem, hogy nem tud eléggé hálás lenni az Istennek, hogy megmentette az ő életét, hogy kihozta ebből a gödörből, és egy olyan boldog életet adott neki, amit egyszerűen nem is tud hová tenni, nem tudja egyszerűen szavakkal kimondani a háláját, hogy az Isten megváltoztatta az életét. Na, én úgy gondolom, hogy valami hasonló egy lelki munkásnak, egy lelki pásztornak a dolga, és tudjátok, ahogy maradjunk a csőszerelőnél, valahogy ez van a nyelvemen, szóval egy csőszerelő elfárad a munkájába, vagy egy köműves, ahogy este hazamegy, és volt abban is részem, hogy köművesek mellett dolgoztam, és hazamegy, és hull a fáradt, fizikailag teljesen kész van. Higgyétek el, hogy tudom, ugye több mint 3 éve vagyok benne ebben a lelki munkában, így főállásban, és tudom azt, hogy lelkileg is el lehet fáradni. El lehet fáradni abban a munkában, amit amúgy szeretek csinálni, és a szívemből csinálom, és örülök neki, hogy Isten ide helyezett, de el lehet fáradni. Nem csak az ember teste fárad el, hanem elfárad a lelke is, és elfárad a lelki pásztoroknak is a lelke, a misszió munkásoknak is, elfárad például a szociális gondozóknak is, ugye, akik emberekkel foglalkoznak, vagy szociális területen dolgoznak, elfárad a lelkük. Testileg is elfáradhat az ember, és lelkileg is. Úgyhogy tegyük helyére ezt a dolgot, és jobban becsüljük meg a lelki munkásokat, akik körülöttünk vannak. És most néhány igeverset szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy becsüljük meg a lelki munkásokat. Az 1 Timóteus 5.18-ban azt olvasjuk, hogy méltó a munkás a maga bérére, azaz, hát ők is dolgoznak, mondom, maradjunk azoknál, akik jól végzik a munkájukat.
És most ezekre fókuszáltok. Biztos találkoztatok olyan lelki munkásokkal, lelki pásztorokkal, akik jól végzik a munkájukat, és ők igenis méltók, úgymond arra, hogy megbecsüljük őket. Eszembe jött, tudjátok, Saul, amikor elvesztek a szamarak, és Saul kereste a szamarakat, és a szolgája mondta, hogy itt van ebben a városban Isten egy embere, egy látó, akkor úgy hívták, hogy látó, menjünk el hozzá, és kérdezzük meg tőle, hogy nem látta-e a szamarakat. Ha már látó, akkor hát, ha szamarakat is látott. És mit mondott erre Saul? Hát figyelj, nincs nálam semmi. Mit üres kézzel menjek oda a Isten emberéhez? És most itt ne feltétlenül az anyagiakra gondoljatok, hanem a megbecsülésről. Hogy becsüljük meg azokat, akik lelkileg elfáradnak, bármit is kérsz tőle, egy imakérést, vagy tanácsot például, vagy bármit, ő ugyanúgy elfárad a lelke, hogyha sokat segít. És sokat segít, hogyha szívből csinálja, akkor segíteni fog. Olvasom a következő igeverset. Akit Isten beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának, ossza meg vele a javait, ez a Galatai levél 6. rész 6. versében van. Itt most megint elvonatkoztathatsz az anyagi résztől, de itt ugye arról szól, hogy ossza meg vele a javait azzal, aki lelkileg tesz érte, aki lelkileg segíti őt, segíti közelebb Istenhez, akár imádkozik érte, tanácsot ad neki, bármit tesz érte, az becsüld meg. Hogy aztán az 1. korintusi levél 9. vers 9. rész 11. verse. Mi szellemi magokat vetettünk el köztetek, vajon nagy dolog-e, ha úgy aratunk, hogy anyagi javakat kapunk tőletek cserébe? Sokan mondják, hogy a lelkipásztor ingyen élő ember, a gyülekezet tartja el, és mondják ezt a misszionáriusokra is, és itt pedig le van írva, hogy ők szellemileg adnak. Szellemileg adnak. Ők nem megszerelik az autódat, vagy csinálnak neked egy asztalt, hanem ő szellemileg tesz, érted? És becsüld meg őt, becsüld meg a jó munkást. Az 1 Korintus 9.14-ben pedig ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhírt terjesztik, azok abból is éljenek meg. Szóval ennyi igeverset olvastam most ehhez a témához. Én remélem, hogy tudott valami hasznosat adni nektek. Én örülök, hogy erről beszélhettem, mert ahogy el is mondom, nekem, mióta ugye benne vagyok ebben a munkában, nekem vannak ezzel kapcsolatban fájdalmaim, és látom azt, nem csak az én életemben, más pásztorok életében is látom, más lelki munkások életében, hogy egyáltalán nem becsülik meg őket a báránykák, sokszor csak a hibát keresik bennük, és most itt újra elmondom így a videó végén, hogy azokra gondolj, akiket te úgy látod, hogy ők jól végzik a munkájukat. Persze, én is ember vagyok, a másik a lelki munkás is ember, mindannyian követünk el hibákat, és vannak hibáink, ez tény és való. De attól ők ugyanúgy dolgoznak, mint egy fizikai munkás, jó esetben becsülettel végzik a munkájukat, szívből végzik a munkájukat, és én örülök neki, amikor segíthetek valakinek, és tudjátok, minek örülök még? Ha valaki rám ír, hogy imádkozzak érte, és nem is láttam még életemben, nemrég történt egy ilyen dolog, elmondta, leírta az illető, hogy milyen problémája van, és imádkozzak érte, és megtettem, és utána kapom a visszajelzést, tudjátok, hogy hálás vagyok érte, illetve nem a hála, ami nekem a nagy öröm, hanem az a nagy öröm, hogy elmondja, hogy az Isten meghallgatta az imádságot, az Isten csodát tett az életében, na ez egy óriási dolog. És ne gondoljátok, hogy a lelki munkások, a pásztorok nem emberek, mert sokan úgy vannak vele, ő mindent elbír, ő neki minden jól megy, aztán látod, hogy elesik ebben, ő is megbetegszik, vagy bármi történik vele, szóval ő is ugyanúgy ember, de mint egy fizikai munkás, de becsüld meg a te lelki vezetőidet, akár mondom, találkoztál vele, akár csak az interneten, de valamilyen szinten legyél érte hálás, sőt, imádkozz érte nyugodtan, az életért, a szolgálatáért, amit végez. Úgyhogy ennyi volt ez a téma, remélem, hogy tudtam adni valami pozitívumot, én örülök, hogy ezt elmondhattam, hálás vagyok Istennek, hogy ezt az előbb eszembe jutotta ezt a témát, és nyugodtan írjatok, válaszoljatok, kérdezzetek ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon titeket, sziasztok!